mesevilágot idéz a Csengély Dénes Kulturális Központ galériája. Vasnapsugár képeiből nyílt kiállítás október 5-én. A nap üdvözlet címet viseli a tárlat, amelyet Gazdagfejes Margit nyitott meg. Sugi festészetében benne van a teremtés és a létezést megérteni akarás. Több korszak, több kifejezésmód figyelhető meg, de a lényeg minden egyes képen ugyanaz. Az én. Játszik a színekkel. Valóságosan táncoltatja azokat. Vasnapsugárnak ez az első náló kiállítása. A kedvenc technikái közé tartozik az olajfestés, de akvarellel is sokat dolgozik. A tárlatra az utóbbival készült képeit hozta el. Pont itt van a hátam mögött. Ez azért tartozik a kedvenceim közé, mert egy olyan életszakaszomban készítettem, ami egy kicsit ilyen nehezebb volt, és annak a nehéz életszakasznak volt egy ilyen, úgymond ilyen könnyedséget adó momentum az, mikor ezt a képet megfestettem és kifestettem magamból igazából egy-két nehezebb érzést és gondolatot. Vasnapsugár alkotó családból származik, és gyerekkor óta foglalkozik festészettel. Azt gondolom egyébként, hogy mindenkinek van alkotó vénája. Csak egyre kevesebbet használjuk, és nagyon sok olyan dolog van, ami erről eltereli a figyelmünket. Pedig az alkotó véna az egy nagyon-nagyon jó, hogyha ezt így meg tudjuk élni, ezt az alkotási folyamatot. Mert egyrészt ugye nagyon sok mindent tud gyógyulni általa, a másik pedig, hogy szerintem be lehet egy kicsit így zárkózni magunkba, és ad egyfajta utat arra, hogy sokkal jobban megismerjük magunkat, és ez nagyon-nagyon fontos és hasznos dolog, úgyhogy ezt így kívánnám mindenkinek, hogy ezt meg tudja tapasztalni. Az eseményen közreműködött Nagy János afronauta, handpen művész. A tárlat megtekinthető november 3-áig az intézmény emeleti galériáján.